Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ezúttal a cigánykártyákkal dolgozom, és megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható az ellenség, de egy öröm szintén megjelenik itt. Ez az ellenség, ez lehet az ő negatív gondolata, mint például, ez úgysem sikerül, nem lesz ebből semmi, de változik valami a gondolataiban, hiszen itt már látható az öröm. Az is lehet, hogy valami érte őt, ami örömteljes volt számára, és ezáltal megváltozik a hozzáállása a dolgokhoz. Persze azt is jelenthetik a képek, hogy az ő környezetében van egy ellenség, aki figyeli őt, ártani akar neki, de itt van az öröm, tehát győzni fog az ellensége felett. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Hát itt lehet egy haláleset a családban, itt szomorú, vannak fájdalmak, az is lehet, hogy egyedül érzi magát, nagyon-nagyon magányos, és ez a halál kártyája, ez jelentheti ezt a visszahúzódást, ezt a csendet is, hiszen nem biztos, hogy itt halálesetről van szó, hiszen mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Minden esetre látható, hogy csendes, visszahúzódó, szomorú, egyedül érzi magát, nagyon magányos. És mit fog tenni? Itt látható a szerencse, útban van hozzád, megváltozik a helyzet. Még visszatérve ezekre a kártyákra, az is lehet, hogy itt van nála egy örökösödési ügy, és megjelenik az ellenség, hogy valaki be akarta őt csapni, de látható a szerencse, tehát megkapja azt az összeget, ami jár neki. És ami kettőtöket illet, itt útban van hozzád, lehet, hogy tervez veled egy utazást, lesznek változások, sőt, megjelenik itt a szerencse. Egy szerencsés fordulat. Mi köt össze benneteket? Itt látható a hűség. Hát ez is nagyon örömteli, hiszen ez is egy értékes dolog, amikor párkapcsolatról van szó, hiszen kell a bizalom, és a bizalmat úgy tudjuk kiépíteni, hogyha megvan a hűség mindkét részről, és így látható a képen szerencse, ami kettőtöket illet, ő hűséges hozzád, lesznek változások. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!